robotok. Nekem, ha ezt a szót meghallom, gyermekkori kedvenceim, R2-D2 és 3-3PO jut az eszembe, legelőször minden gondolkodás nélkül. Ismeritek őket? Akkor tudjátok, hogy George Lucas és az alkotók emberi tulajdonságokkal, intelligenciával ruházták fel őket. R2-D2, a probléma megoldó, a kreatívabb, a bátrabb, C-3PO, ő a protokoll droid, éppen ezért a szabálykövetőbb, és talán a félénkebb. Ma már ezt a viselkedés formát mesterséges intelligenciának neveznénk, annak is egy olyan fokát láthattuk ebben a filmben, amely már az emberi elmén is túlmutat. Ahogy hallottuk, lehet, hogy az ő IQ-juk már 1200 körül van. Na de annyit hallottunk ma már a robotokról. Meg kellene néznünk, hogy mit is jelent ez a szó ebben a kontextusban. Ha az interneten utána keresünk, akkor nagyon sok és különböző definíciót fogunk erre találni. Ez azért van, mert a robotika egy viszonylag fiatal tudományág, ráadásul alkalmazott tudomány, és e rövid idő alatt nagyon gyorsan elterjedt, sokfelé használják, de sok esetben különleges feladatokra speciális és egyedi tervezett robotokat alkalmaznak. Ha a definíciókat megvizsgáljuk, akkor mégis találunk bennük egy kis közös szeletet, amely mindegyikben benne van. Ez a szelet a következő. A robot egy olyan elektromechanikus szerkezet, amely előírt algoritmus alapján működik. Ebben az egyszerű kis definícióban benne van minden, amit a robotokról elképzelnek, de ezt az egy szót, hogy algoritmus, azt azért csak meg kellene néznünk, hogy mit is értünk ez alatt. Az algoritmus egy olyan utasítássorozat, amely előírt utasításokból, parancsokból épül fel. Véges lépésből áll, és véges időn belül befejeződik. Lehet, hogy most ebben nem sokat segítettem, de tegyünk egy próbát. Álljatok föl! Oké, üljetek le! Ti most egy előre jól definiált utasítássorozatot hajtottatok végre, amely két parancsból állt, és viszonylag rövid idő alatt be is fejeztétek. Tehát egy algoritmust valósítottatok meg. Mégsem vagytok robotok. Azért, mert tapasztalás útján tanultátok meg, igaz nem most, valamikor korábban, de megtanultátok, hogy mit kell tenni ezekre a vezényszavakra. Ezért volt ez jó definiált utasítás. Ja, és azért sem vagytok robotok, mert nem vagytok elektromechanikus szerkezetek. Nézzünk egy teljesen másik példát. Egy olyan példát, amely minden családban előfordul. Ez a főzés. Különösen akkor, ha recept alapján készül el az étel. Mindegy, hogy azt a receptet szakácskönyvben olvastátok, az interneten találtátok, vagy szüleitektől, nagyszüleitektől hallottátok és tanultátok meg. Ha az alapján, a recept alapján el tudjátok készíteni a vasárnapi ebédet, akkor az a recept egy algoritmust ír le. Mert hogy számotokra akkor olyan utasításokat tartalmaz, amit értetek, véges lépésből áll, és véges időn belül elkészül az étel. Ezek az algoritmusok körbevesznek minket, és az életünk minden pillanatát meghatározzák, végigkísérik. Na ezért fontos az, hogy tudjunk algoritmusokon gondolkodni. Ha a jövőre akarjuk a gyermekeinket és a diákjainkat felkészíteni, akkor muszáj, hogy kialakuljon bennük az algoritmikus gondolkodás készsége. Informatika tanárként ezt fontos feladatomnak tartom. Éppen ezért folyamatosan kerestem, és keresem azokat a lehetőségeket, módszereket, eszközöket, amelyen ezt a célt el tudom érni. Sok mindent kipróbáltam már, de valahogy egyik sem volt az igazi. Valahogy mindegyik idegen volt a diákok számára. Valahogy mindegyik egy másik, messzi-messzi galaxis volt a számukra. Úgyhogy kerestem tovább. És ekkor
2010 novemberében innen nem messze a Debreceni Egyetemen hallottam egy előadást, amely egy robot építőkészletet mutatott be. Ez egy olyan építőkészletre épült, amelyet mindannyian jól ismertek. Gyerekkorotokban sokat és gyakran játszottatok vele. Igen, ez a Lego készlet. Annyival volt több a bemutatott készlet, hogy voltak benne szenzorok, vagyis érzékelők, voltak benne motorok, és volt benne egy vezérlőegység. Ez a vezérlőegység képes arra, hogy a szenzoroktól jövő jeleket feldolgozza, és vezérelje a motorokat. Egy általunk írt, egyszerű algoritmus segítségével. Na és ez volt itt a lényeg, hogy mi írhattuk ezt az egyszerű kis algoritmust és a programot, amivel vezérelhettük, irányíthattuk a robotokat. Az irányítása miénk volt, és remélhetőleg a miénk is marad. Nem kell minden robotnak intelligensnek lennie. Pláne nem kell komplex, mesterséges intelligenciával rendelkeznie. Azonnal tudtam, hogy ez az az eszköz, amit hatékonyan lehet használni az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére. Úgyhogy nem meglepő, hogy 2011. szeptemberében a Hajdúböszörményi Bocska István gimnáziumban feleségemmel elindítottuk a robotika tehetséggondozó műhelyt. Na hát ez egy nagyon szép, izgalmas és érdekes időszak volt. A diákokkal együtt fedeztük fel a robotika titkait, a robotépítőkészlet lehetőségeit. Tulajdonképpen olyan robotokat építettünk és programoztunk, amilyet ki tudtunk találni, amit el tudtunk képzelni, amit a feladat megkövetett. Tulajdonképpen nem voltak határok. És hamar rájöttünk arra is, hogy a robotika sokkal többet nyújt annál, mintsem, hogy egyszerűen csak az algoritmikus gondolkodás fejlesztését segíteni. Sokkal több annál. A 21. század készségeit, képességeit lehet vele fejleszteni. Méghozzá egyszerre, komplex módon. Erre a készség-képesség fejlesztésre egy saját programot dolgoztunk ki. Ennek a lényege az, hogy a diákokkal közösen megfogalmazzunk egy problémát, amelyre robotokat kell tervezni, építeni, programozni, majd tesztelni. És ezt a folyamatot kell addig ismételni, mindaddig ismételni, amíg a robot kvázi azt nem csinálja, amit elvárnánk tőle. Ez a folyamat a kreativitást, az innovatív és műszaki gondolkodást fejleszti. De ennek a programnak fontos része a kommunikációs készség és az előadói készség fejlesztése is. Már a projekt egész folyamán figyelünk erre. De a program végén, a projekt zárásaként erre külön elemet építettünk be, egy bemutatót. Azt vettük észre, hogy a diákoknak nagyon motiváló, ha a szüleiknek, barátaiknak, rokonaiknak, ismerőseiknek, vagy akár ismeretleneknek bemutathatják, hogy az idő alatt, avval a projektben mit dolgoztak, és hogy milyen eredményeket értek el. De ez a bemutató nem csak motiváló is, hanem a diákok magabiztosságát is növeli. Na, a kommunikációs készség fejlesztésébe mi beleértjük azt is, hogy a diákok kérdés kultúráját fejlesztjük. Pontosabban azt, hogy tudjanak és merjenek kérdezni. Ez egy másik történet, egy másik versenyen történt. Azt hiszem, az első nemzetközi versenyünk volt, annak a magyarországi fordulója. Elmentünk a versenyre, és ott elkezdtünk beszélgetni, és rájöttünk, hogy az egyik szabályt nem vettük figyelembe. Így a robotunk nem felel meg a versenykiírásnak, akár ki is zárhatják. Hát 3 hónapot készültünk erre a versenyre, éjjel-nappal. És a robot elindult. És a robot végigment a pályán, hibátlanul. És megnyertük a versenyt. Az első versenyünket, amin elindultunk, teljesen tapasztalatlanul. Ez
nagyon nagy motiváció volt a diákok számára. Akkora lendületet adott, ami még ma is tart. Még azokat a diákokat is, akik abban a csapatban sem voltak, még nem is voltak a gimnáziumban meg a robot szakkörbe, még ők is érzik ezt a lendületet. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy mi is elindítunk egy versenyt Robot Olimpia néven. Idén már 8. alkalommal fogjuk ezt megrendezni, és tudatosan direkt a tanév végén május utolsó szombatján rendezzük meg. Ez azért van, hogy a diákok be tudják kutatni, hogy mit tanultak, és mennyit fejlődtek ebben az évben. Még egy titkot el kell, hogy áruljak. Ennek a programnak van még egy nagyon fontos eleme. Ami nélkül nem működne. Ez az elhivatott pedagógus. A tanár. Az olyan tanár, aki együtt tud gondolkodni a diákokkal. És így tudja segíteni őket a munkájukban és a fejlődésükben. Most, hogy készültem erre az előadásra, megnéztem, hogy milyen versenyeken indultunk, és milyen eredményeket értünk el. 20 versenyen indultunk el, a 20 versenyen 45 eredményt, 45 helyezést szereztünk, és ebből 12 első helyezés, vagy külön díj volt. Úgy gondolom, hogy ez szépen mutatja, hogy a program működik, és hogy jól működik. De most nem erre vagyok a legbüszkébb, hanem arra, hogy idén egy olyan projektet tudtunk megvalósítani egy lelkes kis csapattal, amelyben az általunk épített és programozott robot képes valamilyen szinten, de képes tanulni. Úgyhogy most Csorba István, Hajdúböszörményi Bocska István gimnázium 8. tanulóját kérem meg, hogy mutassa be ezt a projektet. Na, akkor ott kezdeném, hogy a projektünknek az alapját az a szegedi Agora Parkban tett látogatásunk során adott útmutatót, ugyanis ott volt kiállítva a Szegedi Katica nevű robot, aminek a feltalálója vagy készítője Muszka Dániel volt. Ennek a robotnak az volt a feladata, hogy különböző érzékelők segítségével a fényt követte, valamint egyben tanulni is tudott. Itt most éppen a fénykövetés látható. Ez is modellezni, ugye, hogy a Katica hogy viselkedik, ugye az érzékszerveire hargat, megy a fény felé, nem úgy, nem a halálba. És van egy nagyon érdekes olyan rész, hogy a Katicát meg tudjuk tanítani arra, hogy ne csak a fényre menjen, hanem a sípszóra is. Na hát ez egy 3D nyomtató segítségével készített síp. Most megkérem tanár, most először is megmutatom, hogy a sípszóra semmit nem csinál. Nem mozdult. Most egyszerre fogunk világítani a szemé, vagy az érzékelőbe, és sípolni is. Látod ott, ugye? A végén már, anélkül, hogy világítottunk volna, akkor is működött. És akkor a sípszóra ugye így tovább fog menni, és ennek érdekessége az, hogy ezt egy bizonyos idő után, hogyha ezt nem folytatjuk vele, a sípszót és a világítást egyszerre, akkor ezt egy idő után elfelejti, ugyanaz, mint azt minden olyan élőlény, amely nem képes sokáig elraktározni az adatokat. Nagyjából ennyi lenne. Köszönöm, Pisti! Remélem, hogy ezek a diákok, mint Pisti, akik a robotika szakkörünkben jártak, járnak és járni fognak, a robotokkal és algoritmusokkal átszőtt világunknak már nem csak részesei lesznek a jövőbe, hanem azt alakítani és formálni lesznek képesek. Köszönöm.